Szevasztok, drága barátaim! Újra itt vagyok, hogy játszunk tovább a Miles of Pandariával. Ezúttal lemegyünk egy dungeonbe. Előtte szeretnék mondani pár dolgot, ami már szemet szúrt már 10-es szinttől, ugyebár 10-es szinttől elméletben Cataclysmben például megkaptad az első talentpontodat, amit aztán osztattál, szorozhattál, ahova te szeretted volna. Ez esetben, tehát itt már a Pandaria esetében már máshogy van, ugyanis megnyomod az N betűt, akkor egy ilyen specialization menü fog előjönni, ahol ugye vannak a talentágak. És akkor itt írja, hogy hanyas szinttől kaptok meg mit tudom én adott képességeket. Na, ami a legjobban szemet szúrt az egészben, az a talentfa. A talentfa az ez. Annyira le lett egyszerűsítve, hogy az valami borzasztó. Tehát 15 szintenként kapsz egyetlen egy pontot, és azt csak egyetlen egyfele tudod szétosztani. Tehát egy sorban egy talent pontot tud szétosztani. Tehát annyira le van már az egész egyszerűsítve, hogy egyszerűbb már nem is lehetne. Tehát ez felháborító. Na, menjünk, tankoljunk. Egyébként meg kell jegyeznem, hogy utálok a pandával tankolni. Egyszerűen nem tudom, hogy lehet, hogy nekem nem jók a cuccaim, nagyon nincs is még cuccom se, de egyszerűen kurva nehéz magamon tartani a dögöket. Tehát, és mikor így nem hív be, az a legjobb. Tehát, mozdulj! Bunkó állat. Egyébként érdekes, mert tiszta fán ez a panda, ilyen tök helyes, ilyen sárkány, teknős, vagy milyen mountjuk van. Nézzük mi. Mit kapunk? Ilyen, nem is tudom, azt írják, hogy Dragon Turtle. Hát most, ez mi a fasz? Wailing Caverns. Fuck! Most mi van? Unknown is the leader of the group. Ó, lesz itt rendes tudsz. Haladunk! Fejlődünk! Ez már ismerős, ezt nem csináltam még meg. Wailing Caverns. Ez nem az OG-s Insta. Ez az én dolgom. Bunkó vagy Báci, hova rohansz? Mi? Mi? Ennyire sietsz a halálba. Ektoplazma. Gyere ide. Ide gyertek, ide mind egy rakásra. Így né. Így né. Nagyszerű. Nagyszerű. Nem, ne change-ed a targeted. Egyszerűen mindig lejön rólam, nem értem, hogy miért. De jó van, mindegy. Ó, ez quest item. Ez quest item. Amott is ott hagytam? Nem. Hova a jó édes anyádba siessz? Hát... Én nem tudok így sietni, nem zerge baszta anyámat. Na. Hova ez a nagy sietség, emberek? Ha nem ráérünk. Előttünk van egy egész élet. Ha sikerül nem elbasznom, akkor egy vibe nélkül végig tudjuk vinni az instát. Hát úgy sem fogok meghalni, remélem. Csak de miért halnék meg? Főleg mikor nem, az a poén, az a legjobb, mikor el se találom. Tehát csak dodge-ol, meg perrizik, ennyi. Egyszerűen utálom. Nem, érzem, nem leszek én annyira jóban ezzel a panda dologgal, vagy én nem tudom. Eddig egyébként nem igazán jön be a dolog.
BRB, igen, 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 ez az. Azt üsd, bazd meg, igen, üsd a boszt. Gyertek már, így össze. Egybe az egész. És akkor mindannyian barátok leszünk. De örülök, mikor olyankor lootolnak, mikor még megy a fight, mert nem érnek rá akkor lootolni, mikor már megdöglött az összes. Á, minek? Na jó. Belt of the Fang. Igen, ez kell nekünk. Nem kell nektek úgyse minden. Na. Give me that shit. Na. Mehetünk? Mehetünk, lányok? Igen. Így nő, minek egyszerre többet behúzni, jó ez így. Így nő. Nincs elég csí. Nincs elég ez, nincs elég az. Ó, lett egy csomó új skillem. Ezt most... Na jó. Én is tudok ám gurulni, csak hogy tudjatok róla. Nem csak ti vagytok az ilyen fasz a gyerekek. Ó, oh, most már tizet is tudok okádni. Hey, yeah! A mazokból nem tudtam volna kiszedni? Nehogy itt hagyjak egy questitemet vagy valami. Akkor csak szopok. Ektoplazma. Öljük le ezeket is. Biztos, ami biztos. Helye! Nagyszerű! Ennyi. A másikból nem tudok semmit szedni. Dotot is tesz rá. De azt lehet nem intettem. Na mindegy. Én is tudok olyan bukó. Na így, így ezzel a pár skill-el már azért könnyebb agrót tartani. Jó fele megyek? Jó fele. Helye! Provok. Jel a francnak. A bunkó állat! Bazd meg, kiszedte a questet. Rohadjon ki a szeme.
Nézd, hogy szurkál! Szuszi vagy, testvérem, szuszi vagy! What the fuck? Létezik, hogy rossz fele jöttünk? De mit akartok itt? Most tényleg el fogunk veszni ebbe az instába? Te dobják, Jesus, baszi! Ó, te kis falat vagy. Te kis falat vagy. Szét nunja kúzom a pofádat. Ó, bazd meg, az nem kell. Már csak három darab kéne azt, azt... Gyerekek, farmoljuk ki nekem. Nem lesz meg a küldetés. Serpent Bloom. Olyat még nem találtam. Na jó. Elvileg ezekben is van hide. De nincs. Hé. Én már az ére szórtam aranyapám, azt azért nem fogom már engedni, jó? What the fuck, Clash? Nincsen DPS mérőm. Mondjuk ide még nem, mint hogyha annyira kellene. Na, még egy kombó pont, na. Éj, né. Nagyszerű! Jó van, gyerekek! Ti szerettétek volna minél hamarabb, hogy csinálják ilyen tankolós, dangerous insta videót. Most ez hova az Istenbe szalad? Most mégis komolyan. Hát nem menj már sehova, bazd meg. Tail Spike. Ez nekem nem kell, csak védelem. Enyém lesz, majd elmegy az aukciós házba, vagy... Az aukciós házban nem, akkor meg a boltba. Ezek még dobhatnak olyan questetemet. Csak nincsen két csím! Dehogy is nincsen. Most én voltam a... Most én voltam a bűnös. What the fuck? Mi az is kell? Mindegy, eladjuk a boltba. Ingyen volt. De pénzt ér! Nézzük, mi van erre. Druid of the fuck. Ja nem, Fang. Add az aranyod! Nem adta. Hello, Arababa! Ez az, kész is a küldetés. Nagyszerű! A dangerous küldetések azok jó XP-t, meg jó cuccokat adnak, amik
igencsak megkönnyítik a fejlődésedet, úgyhogy meg egyébként is megéri megcsinálni. Achievement is jár érte. Serpent Bloom, olyat kell még. Hú, az meg majdnem leestem. Csinálok majd olyan videót is, amelyben a skilleket fogom majd bemutatni, és elmondani azt is, hogy az mire jó. Már érdekel valakit. Egyébként hamarosan ott vagyunk a 100. videónál. Erősen gondolkozok már azon, hogy vajon mit is kéne csinálni, mert hát csak a 100. videó, meg stb. És hát még egyelőre nem igazán sikerült eldöntenem, hogy mégis. Ez a Serpent Bloom. De ez összeszedi! Ó, fák, akkor ezt itt nagyon résen kell lenni, emberek. Aha, majd én inkább megyek előre, jó? Oké, nekem jobban kell az a questitem, rendben van? Majd én azt tudom, jó? Batalon, vagyis Adi Zero. Opa, Gangnam Style! Szerintem ezekből is lehet. Sematik. Majd fogom, max eladom az aukciósát. Oh, thanks! I'm a fucking ninja! Tuti, hogy kiszúrták. Tuti, hogy kiszúrták. Tuti, hogy kiszúrták a questitemet. Tuti! 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 Nem basztok ki velem, szevasztok! Let's do this! Fuck yeah! Ne. Őt hagyjad. Jó. Igazság szerint egy kicsit tanástalan voltam a tankolással kapcsolatban, mert ugyebár hát ez nekem nem jó. Nem baj, grédelem. Hát nem kell senkinek. Na mindegy. Kicsit tanástalan voltam azzal kapcsolatban, hogy mivel is kéne tankoljak. Tehát fennáll annak a lehetősége is, hogy két darab egykezessel, vagy egy darab kétkezessel kéne tankoljak. Na most egyelőre ez kis szinten úgy gondoltam, hogy úgy a legcélszerűbb, hogyha két darab egykezeset használok, mert használható kétkezes fegyver valószínűleg majd csak később fog esni. Meg még ki is kéne tanulnom, amire egyelőre még nem vettem rá magamat. Lusti voltam. Ennyi. Nincs több mentségem. Most, what the fuck? Azt hittem mellé esek, tuti megdöglöttem volna. Fák, ilyen hosszú ez az insta? Remélem már nincs sok belőle.
Nem, mint hogyha nem lenne elég a hely, de mire lekonvertálom, meg feltöltöm, az az egy élet lesz emberek. Tehát, tudjátok mint, az lenne a legjobb, hogyha nekem a videó alá, a kommentbe leírnátok, hogy mit szeretnétek látni századik videónak, hogy mégis mit csináljak századik videónak. Valamilyen kis speciális, ilyen külön kiadásos Minecraft rész esetleg, vagy Pandaria livestream, vagy valami. Hát tudjátok mit, találjátok ti ki, és akkor majd döntök, hogy az úgy rendben lesz-e, vagy nem. Ez végül is a legegyszerűbb. Szefrés hordó. Egyébként nem az, nem tudom, hogy mi ez, ezzel húzom be a dögöket is, vonok magamra agrót, mert nagy agró termel. Én ezt Szefrés hordónak neveztem el. És miért neveztem el annak? Hát azért, mert úgy gondoltam, hogy valószínűleg azért vannak úgy berágva, mikor rájuk dobom, mert hogy mit haigálom az értékes piát, tehát igen, ez lehet a magyarázat arra, hogy miért támadnak meg miatt a mobok. Ó, bírjátok tik azt. Halló, bocsi öcsém, de most ezt benyeltem. Mi lenne egyébként, hogyha én tankolnék is? Ó, azt nézzétek, mi az a klán? Ennek neki tudok ezzel charge-olni? Ó, igen! Clash. Ez meg... Feresse. Ó, ez is kell. Jöhet ez is. Mennyire adom el? Ó, 4000, az is jöhet. És ezt kinyerte? Ezt kinyerte? Ó, bazd, meg nem is én. Nehogy már én nyerjem a Lederös tucat, ámi a francnak, úgyse kell az nekem. Szakadt rongyot hordok, nem ledört. Na most húzd le rólam, hülye gyerek! Most, messze, lehet húzgálni rólam. Aggódok, mert nincs meg minden quest itemem. Nem leszek kész a küldetéssel. Ez nem meg. Alapló tabla. Hát sajnos úgy gondolom, hogy ezzel nagyon elrontották legalábbis a talent rendszerrel, mert... Már túlságosan is nagyon egyszerű. Persze hát alkalmazkodni kell a 12 évesekhez, mert miért ne? Hát jó. Én úgy gondolom, hogy sem Burning Crusade-ben, sem Wrath of the Lich King-ben nem volt annyira bonyolult a talent rendszer, hogy ne lehessen összeállítani egy használhatót. De most ezt a problémát, hogy még véletlenül se fordulhasson elő hogy ne bírj összeállítani magadnak egy talentfát, hogy abszolút annyira lebutították, hogy valami idióta, analfabéta, olvasni sem tudó hülye gyerek is, össze tud már magának állítani egyet.
Hát sajnos ez van, pedig az jó volt mindig így a talentpontokkal így szarakodni, meg variálgatni, hogy na vajon neked így, ez így hogy lesz jó. Lehetett kísérletezgetni, hogy hogy bírod a legjobb DPS-t kihozni, stb. Hát, ez immáron a Pandáriában megszűnt, sajnos. Mert még úgy, ahogy a Cataclysm-be is lehetett variálni, de már ott sem annyira. Sokkal kevesebb pont került kiosztásra, mert akkor is valami két vagy három szintenként kaptad már a végén csak a pontokat. Hát jó van, ez van. Ó, baszki, berántotta valaki. Akkor megyek, húzom én. Mi? Szándékosan tauntolja rólam? Vagy mi a fasz van már? Jaj, hát ez átváltozott! Serpent Bloom, Snake. Lutolsz nekem Serpent Bloomot? Nem. Akkor szop le. De még az achievementet se kaptuk meg úgy, hogy... They will come. De nem kaptam még achievementet se, most ezzel még nem vagyunk akkor kész. Adjuk csak le azt a küldetést. Mi lesz utána? Oh fuck! Lomhadőg. Amúgy egyébként már bánom, hogy nem lány pandarent csináltam, mert ez sokkal jobban néz ki. Shit! Need még! Hol van? Még három ilyen rohadt item kéne. Szedjük már össze, basszus. Oh my god, milyen hosszú videó lesz ez! Ja, hát ez még most indul meg. Jó van, megvédünk téged. Hője patás dög. Itt ír. Opa, Gangnam Style! Oho! Tehát akkor még ennyivel nincs vége az Instának. Viszont jó hosszú insta, rohadjon meg. Within this circle of fire I must... Jajjajj, azt én akarom! Ezeket meg addig meg legyilkolásszák, nem baj. Úristen, ez tényleg már nem sok. Fuck, dögő, gyere, engem is. Majdnem húzós volt.
Ide jövünk. Ó! Oh. Tejfel csipke rózsika! What the fuck are you doing here? Huh? Döglött hal. Nincsen sehol quest item? Nincs. Protect me, brave souls, and dive into the Emerald Dream to rescue Narelex and put end all to this corruption. Rendben! Megvédünk. De aztán haladjon ez az az ébredése. Na. Ide gyere, my little friend! Nagyszerű. Nightmare ectoplasm. Rendben, ez már jön ide hozzám. Ja, de hát ez ilyen kis csíra. Ott jön már, ott is, meg ott is. De ezek ilyen ektoplazmák. Miért nem ilyen? Bebagolt. Na mi van? Nem jöttök! Aranyvirág szálak! Ezek szervezetten támadnak. Na? Kelj már fel! Meddig akarsz még aludni? Nem érek rá. Ja, mondjuk, hogyha ők nem jönnek, akkor majd menjünk beértük mi a vízbe, mi? Menjen a franc. Így megdobálom őket cefés hordóval. Gyertek! Tetszik ez a tűzfújós téma. Ó, hát ez szintet lépett a bunkó állatja. GG! Na, örüljél. Ektoplazma! Ez is jel. Én léptem szintet. Oh! Thanks! Na mi van ezzel? Fel kell már? Még ma, ha lehet. The devil man! Ez az. Aztán szerintem már ez lesz az utolsó boss. Minden bizonnyal. The Wailing Caverns! Achievement earned. Greed. Greed. Vesz. The fuck! Csak nem lett kész a küldetés. Nem baj, úgyis lesz még ide a fene. Több mint valószínű. Ezekben meg úgyse az van. Na jó. Köszöntöm szépen a figyelmet. Remélem tetszett nektek a videóm. Hát... Valami komolyabb instát fogok hozni következőre. Nem ilyen kis kezdés szarokat. Majd mit tudom én, majd ön...
40-50 szint körül majd megint csinálok egy instás, tankolós, stb. Videót. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Remélem tetszett a videóm, és ha tetszett, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornámra. Ne felejtsétek el belájkolni a Facebook oldalamat, akkor megosztani a videót a Facebookon, berakni a kedvenceitek közé, és hogyha netán talán a videóim alatt hirdetéseket látnátok, és rákattintotok, azt nagyon szépen megköszönöm, ugyanis ezzel támogatjátok a munkámat. Köszönöm szépen, sziasztok!